fejlesztések, karbantartások Kiskulcsoson, városunk díszpolgárára emlékeztek, parlagfű elleni védekezés. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. szeptember 13-án 18 óra 5 perckor. Karcagon, a kisföldeki városrészben milyen munkálatok kezdődtek meg, illetve milyen újabb beruházásokra lehet majd itt számítani, kérdeztük Szepesi Tibor polgármestertől. A kisföldeki városrészen milyen munkálatok kezdődtek meg, illetve milyen újabb beruházásokra lehet számítani, kérdeztük városunk polgármesterét, Szepesi Tibort. Több beruházás is zajlott, illetve zajlik folyamatosan, illetve hát nyilván terveink szerint fog is még további felújítások, beruházások is zajlani ezen a városrészen is. Ugye a kátyúzás az, ami elkezdődött még a tavasz folyamán, és folyamatosan járja a Városgondnokság szakembergárdája az egész várost. Jelenleg a kisföldeki városrészen folyik az útjavítás, kátyúzás, azoknak az úthibáknak a feltárása és kijavítása, ami menet közben, illetve az előző téli időszakban is keletkezett. Természetesen az egész városban úgy szeretnénk a téli időszaknak az őszi, csapadékos, téli, havas, fagyos időjárásnak neki menni, hogy az összes kátyút kijavítottuk. Egy pici türelmet kérünk még, hiszen van olyan városrész, ahol majd most fognak folyni ezek a munkák, illetve befejeződni ezek a munkák, és utána pedig természetesen végigjárják a szakemberek az egész várost, megnézik, hogy hol van még olyan kátyú, amelyet mindenképpen ki kell javítani a rossz idő beállta előtt. Tehát én azt gondolom, hogy valamikor október végére teljes egészében fogunk végezni a város úthálózatának javításával. Itt állunk ugye az óvoda előtt, itt is egy parkoló kialakítás folyt az előző években, és annak utó mozdulataiként az óvoda bejárati rész az, ami most elkészült a kátyúzással együtt, egy teljesen új aszfalt réteget kapott a bejárat. Bent az udvaron is természetesen kellett javítani a burkolatot, sajnálatos módon, hiszen a fák nőnek és a gyökerek azok nem mindig azt az utat választják, amit mi szeretnénk. Ezért itt egy olyan járda repedés keletkezett, amelyet mindenképpen ki kellett javítani. Baleset veszélyes volt egyrészt a szülőknek, másrészt pedig ugye nyilván elsősorban a pici gyerekeknek, azért ők nem akkor átlépnek, hogy ezeket a kátyúkat, töréseket át tudják lépni. Ezt is kijavítottuk, itt természetesen nem beton, nem kátyú, nem aszfalt került lerakásra, hanem térkő. Tehát gyakorlatilag, amikor olyan helyzet adódik, akkor természetesen ezt folyamatosan lehet majd javítani. És ha már az óvodánál vagyunk, akkor egy örömhírt is természetesen szeretnék megosztani mindenkivel, hiszen az a pályázat, amelyet nyáron készítettünk, és az óvoda konyha felújítására vonatkozott, az sikeres volt, megnyertük ezt a támogatást a magyar kormánytól, tehát várhatóan itt az őszi-téli időszakban a konyha teljes felújítása, átépítése és korszerűsítése meg fog történni. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási előrelépés lesz itt a Szimóvodában. Vannak még elképzeléseink természetesen, erről majd folyamatosan tájékoztatjuk itt az itt élőket, illetve nyilván a város lakosságát is. Előzetesen, amit tudok mondani, hogy úttal és játszótérrel kapcsolatos fejlesztések az, amelyeket lehet majd várni. Szepesi Tibor polgármester a város nevében Móron megemlékezett a 100 éve elhunyt Vekerle Sándorról, Karcag díszpolgáráról. Kevés olyan magyar politikust ismerünk, aki annyira sokoldalú lett volna, mint a 19. és a 20. század fordulóján, az osztrák-magyar monarchia Magyarországán a miniszterelnöki pozíciót 3 alkalommal, a pénzügyminiszteri tárcát többször is betörtő államférfi. A miniszterelnöksége idején a dualista államot szolgáló reformokat hozott, és nehéz gazdasági időszakra esett a 3. miniszterelnöksége is, amikor 1917 és 18 között ismét kormányt alakított. Mint a végső háborús idők kormányfője, igyekezett megmenteni, amit lehetett. A gazdaság kapcsán már akkor előre látta azt, amit az ország polgárai későbbi időkben kényszerűen tapasztaltak meg a bőrükön. Ő mondja, idegen tőkére
ilyen nemzetközi politikai feltételek között nem lehet számítani. Vekerle Sándor ilyen személyiség volt. Olyan államférfi, aki tehetségét, a pénzügyi jogi szaktudását, szervező és kompromisszumkészségét kamatoztatva oldotta meg a kora számos politikai és közigazgatási kihívását. Vezette be a magyar állam működésére és a társadalmi fejlődésére nézve is meghatározó reformintézkedéseket, jogszabályokat. Az államférfi a következő nemzedékre gondol. A politikus csak az éppen következő választásokra. Írta 173 éve Móron született és 100 éve elhunyt Vekerle Sándor egyik kortársa, aki teológus volt ugyan, de tökéletesen átlátta a közéletet. Manapság államférfiból kevés él a világon. Hiány vagyunk az ókori, később korokbeli európai és magyar hagyományok szerinti nagy formátumú államszervezőknek. Deák Ferenc, Tisza István, Bethlen István és Vekerle Sándor után nekünk közel 100 esztendeig a legjobb esetben is csupán részfeladatokat jobban, rosszabbul kezelő, kisebb-nagyobb képességű közéleti szereplők jutottak, de sokkal inkább érdekvezérelt, az alkalom hasznát leső perc emberek. A polgári házasság bevezetése, az államháztartás hiányának megszüntetése, pénzügyi közigazgatási újjászervezése, a cukor, a szesz és a fogyasztási adók és az aranykorona bevezetése fűződik a nevéhez. Ma, amikor Móra érkeztek, bármilyen irányból is jöttek, a Mór Vekerle városa feliratot láthatták az út mentén elhelyezett köszöntő táblákon. Valóban Vekerle Sándor 10 évvel ezelőtt az etéren álló impozáns emlékműve felállításakor, sok elfeledett évtized után hazaérkezett szülővárosába. Reméljük, az elmúlt évtizedekben otthonra is talált szellemisége annak köszönhetően, hogy a nevét viselő alapítvány, a civil közösségek, Mórváros vezetése politikusai igyekeztek tartalommal megtölteni a Vekerle hagyományőrzést. Mégis sokáig háttérbe szorult munkásságának és érdemeinek bemutatása. Közel 100 év kellett ahhoz, hogy az utókor újra felfedezze és elismerje teljesítményét. Külön öröm számunkra, hogy egy megismerhetetlen pillanat a mi életünkben talán, én bizonyára így gondolom, hogy 100 év múlva fogjuk-e követni ezt a példát, hogy minden város, aki díszpolgárrá avatta Vekerle Sándort, immáron már nem csak magyarságunk, a magyar nyelvünk, hanem Vekerle Sándor miatt is együvé tartozunk, és azt gondolom, hogy ez példaértékű nem csak Magyarországon, hanem Európában is. Hálásan köszönöm, hogy együtt ünnepelnek velünk, és a híres miniszterelnök Mórváros szülőtét méltó módon tudjuk ünnepelni és emlékezni rá. Karcagon rendkívüli közgyűlésen döntöttek a díszpolgári cím adományozásáról. Korunkban ezt a címet a város valamely különleges, kiváló vagy érdemeket szerzett polgárának adományozza. A dualizmus korában politikai fegyverként, nemzeti konzultációként is bevezették ennek a címnek az adását. Szentesi Tóth Kálmán karcagi polgármester szavaival élve. Ez a választás feltűnőnek mondható, mert Karcag közösségének túlnyomó nagy többsége véres szájú 48-as, Kossuth párti volt, és az öreg Madarász József képviselőnek átkos kormány kifejezését nagyon helyénvalónak minősítette. Bizonyos esetekben azonban lehet másként cselekedni, különösen, ha olyan kérdésekről van szó, amiben egyetértenek a kormánnyal. Így történt ez 1894. június 11-i képviselőtestületi gyűlésen is, amikor a legszélsőségesebb ellenzéki képviselők díszpolgárrá választották Vekerle Sándort. Megbízták a polgármestert, hogy a budapesti Rigl József könyv- és papírkereskedőtől díszpolgári oklevelet készítessen, és küldöttség élén személyesen adja át azt Vekerle Sándornak. A parlagfű elszaporodásának visszaszorítása, az egészséges környezet biztosítása közös célunk. Eredmény csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el. A parlagfű elszaporodásának visszaszorítására az egészséges környezet biztosítása közös célunk. Eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló rendelet értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Ez azt jelenti, hogy a termelők és a földtulajdonosok egész évben köteles bel- és külterületen egyaránt védekezni földterületükön a káros gyomnövények ellen, ez nem csak a parlagfűre, hanem más egyéb károsító gyomnövényekre is vonatkozik. A földhasználónak vagy bejelentett földhasználat hiánya esetén a tulajdonosnak gondoskodni kell a megelőzésről. A gyomnövények ellen kézi gyomlálással, kaszálással és kapálással vagy vegyszeres gyomirtással kell védekezni. A hatóságok belterületen, az illetékes jegyző külterületen, a Jászlanykun-Szolnok megyei kormányhivatal földhivatali főosztály földhivatali osztályán 5300 karcag Ady utca 4 hatósági ellenőrzés keretében a lakossági bejelentések alapján ellenőrzik a jogszabályi kötelezettség betartását. A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság eljárást indít és közérdekű védekezést rendel el. Amennyiben a földhasználó nem mentesíti önként a területet, kényszerkaszálás végrehajtására kerül sor. A kényszerkaszálás és minden ezzel járó hatósági feladat költsége a mulasztót terheli, amely költségek adók módjára behajthatók. A parlagfű elleni védekezés kötelezettség elmulasztása esetén a kormányhivatal növényvédelmi bírságot szab ki, amely mértéke 15 000 forinttól akár 5 millió forintig is terjedhet attól függően, hogy az adott fertőzött ingatlan külterületen vagy belterületen fekszik, továbbá, hogy mekkora a fertőzött terület nagysága és a fertőzöttség mértéke. A növényvédelmi bírság és a kényszerkaszálási munkálatok költsége egyaránt köztartozásnak minősül, amelynek végrehajtását a Nemzeti Adóhatóság foganatosítja. A NÉBIH 2013 óta működteti a parlagfű bejelentő rendszert, amely interneten is elérhető. A bejelentések közvetlenül az ellenőrzésre jogosult illetékes hatóságokhoz jutnak el. Amennyiben a bejelentő igényt tart rá, az általa megadott elérhetőségen a bejelentésével kapcsolatban tájékoztatást is kap. Mindezek ismeretében megállapítható, hogy a földhasználó terhelő kötelezettség tehát kettős. A parlagfű virágzásának megakadályozása és ennek preventív megtartásának a vegetációs időszak alatti folyamatos biztosítása. A leírtak alapján kérjük valamennyi ingatlan használóját, illetve tulajdonosát, hogy az ingatlan területén és a hozzátartozó közterületi részeken a védekezési munkálatokat önként végezze el. Hozzájárulva ezáltal a parlagfű elleni védekezési feladatok eredményes elvégzéséhez, és a parlagfű által okozott gazdasági és egészségügyi károk csökkentéséhez, hiszen a megelőzés a leghatékonyabb mentesítési megoldás, amely feladatokat azonban csak a lakosság aktív részvételével lehet hatékony és eredményesen véghez vinni. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!